Hogyan jelezzük neki, hogy ő is megértse, hogy mi Európához akarunk tartozni, hogy mi az európai elvekben hiszünk, az európai értékekben hiszünk. Minden olyan döntés, melyet az érintettek nélkül hoznak meg, antidemokratikus. A Közép-Európai Egyetem ellen diszkrimináló törvény nem tartjuk elfogadhatónak, és nem akarunk egy ilyen országban élni, ahol a kormány két nap alatt keresztül viheti az ilyen terveit. Azért vagyunk itt, hogy Áder János köztársasági elnököt arra biztassuk, vétózza meg, ne írja alá a törvény, a törvénymódosítást. Egy hét alatt sikerült előre terjeszteni és átvinni egy törvényt, ami nem csak egy világszínvonalú intézményt létezését fogja ellehetetleníteni, hanem súlyos károkat fog okozni a magyar kultúrában, a magyar tudományos életben, és egyben Magyarország nemzetközi hírnevének és a magyar társadalomnak. Élek, ahol a kormány legfőbb ellenségei a civil szervezetek, az emberi jogok, az oktatási szabadság és a háború elől menekülők. Nem tűrjük, hogy felszámolják a szabad intézményeket! Nem tűrjük, hogy kioltsák a tudás és a szabadság lángját hazánkban! Nem tűrjük, hogy átláthatatlan okokból átláthatatlan érdeket kiszolgálva tönkre tegyék a jövőnket! Minden egyes ember számít itt, mi akik eljöttek, több mint 30 ezer ember, aki aláírta a petíciót, a Nobel-díjasok, a tudósok, a több mint 1000 egyetem, mi igenis számítunk, és mi többet számítunk, mint a kormány véleménye, hogy elpusztítsa ezt az egyetemet. Tisztelettel megkérjük Áder Jánost, Magyarország köztársasági elnökét, hogy tegyen eleget a kötelességeinek, tegyen eleget esküjének, és éljen vagy a politikai, vagy az alkotmányos vétójogával, mivel itt nem csak egy iskoláról van szó, hanem a magyar fiatalok, a magyar polgárok és Magyarország jövőjéről. Köszönöm!